Szevasztok gyerekek! Elindult az élény felvétő. Jaj, milyen a világosság. Nos, délelőtt van a videó. Jó kis elejét adás közben. Hát, ha nem tudom, mennyi időm lesz. Majd meglátjuk. Inkább nem mondom előre. Jaj, idény most el, hogy kuffant egyet. Kuffant gyereki. Sosem kötött, kiveszek meg már. Na, nézzétek, hogy oda ragadt. Várjatok. Jaj. Jaj, gyerekik maga. Na mi a... Jaj, ezt nem már megint van pötty. Mindig nézem ezt a pöttyöt idegesít, aztán művegem. Ja. No. Ahogy nem tudom mi. Ja, amikor tegnap is csináltam ezt a gépen, a mikrofonon a videót, pedig néztem, 88%-on van a hangereje, meg minden, ahogy eddig. Mint a kicsit halkabb lenne, nem? Pedig ugye most nem ment a játékhang, se semmi. És mégis pedig közel volt a számon, nem? Hát pedig közel laktam, de mégis nekem is a telefonon visszanéztem is kicsit. Hát nem azt mondom, hogy félig, de majdnem félig kellett a hang előtt tenni, hogy lehessen jól hallani. Jó, az igaz, hogy halkan is beszéltem egy kicsit, mert ugye akkor csináltam a videót, amikor a fatelék itthon voltak már. De most... Na mindegy. Nem tudom. Bocsát, mert kicsit halkabban beszéltem, mert amikor úgymond egyedül vagyok itthon, akkor ugye jobban merek hangosabban is beszélni, mert valahogy úgy akkor is arrébb bátrabban vagy. Értitek? Wow. Na mindegy, úgyhogy azért mondom én, amit elmondtam a Thomas Johnsonról, hogy ez a PayPal-os dolog. Hát én néztem amúgy abban, amit írtál, hogy lehetne PayPal-ról OTP, vagy da, OTP-ről PayPal-ra. Hát én nem látok ilyen lehetőséget, de írta is valaki, hogy neked írta is, nem minden OTP-n van ilyen lehetőség, mert vannak ilyen korlátozások, vagy mi. Hogy az OTP-n lehessen utalni PayPal számlára. Nem mindenhol van egy ilyen. Mert én átnéztem már tényleg ezt a OTP-t, és teljesen átnéztem, és nincs ilyen, hogy PayPal vagy... Ja. Úgyhogy... Biztos van olyan OTP is, de... Ja. Nem mindegy. Úgyhogy ez a helyzet. Hát ez a helyzet, nem sok mindent mondtam még. Meg azt hiszi Thomas Johnson, hogy én nem próbáltam PayPal-ról fizetni bármilyen. Azt hiszi, hogy úgymond, hogy tényleg úgy gondolja, hogy hülye vagyok, és nem is próbáltam úgy, mert írta, hogy a tegnapi videóhoz, hogy jaj, rá se mentél PayPal fizetés, meg e-mail úgy, rá se mentél a PayPal, nyilván, hogy akkor úgy próbáld meg, és akkor úgy nem fogja kérni a bankkártyát, meg minden. Szerintem nem próbáltam már hányszor venni, például akkor vettem, menni, akkor vettem azt a Jago 2-t, ugye megvettem fejlesztő módba, hogy legyen langsor, meg minden. Siába volt, mondom, PayPal-on pénzem volt, vagy 10.000 forint. De akkor se engedtem, mert átirányított arra, hogy adjam meg a kártyadatokat. Tehát látom, nem érti Thomas Johnson, mert lehet, hogy neked meg van alapból adva az ilyen helyekkel a bankkártyád. De nekem valamiért akkor se. Már 20 éve vagy hány éve van már internet is. Vagy 6 éve vagy 8 éve már van internet, már mind már van, volt kártyám, használtam, vásároltam, meg PayPal. Azért, hogy 6-8 év alatt már van tapasztalata, hogy kell vásárolni PayPal-on, meg kártyával, meg stb.
Azt hiszi, hogy biztos, hogy jaj, hülye vagyok, és nem értek hozzá, hogy kell vásárolni, vagy nem tudom, ahogy úgy gondolja. Mert pedig hát én mondom, próbáltam PayPal keresztül is venni Steam-en valamit, vagy Epic Games-en is, Fortnite skin például. Ja, vagy. Akkor is átirányít arra az oldalra, hogy adjam meg a kártyadat, és utána engem majd venni ezt meg azt. Lehet, hogy nekem így van, vagy nem tudom miért, de szerintem akkor is ez nem... Hiába mondom, volt rajta pénz, most hiába írod azt, hogy töltsd fel a PayPal-omat. De ha már fel volt töltve, akkor hol töltsön fel, akkor már én már ezt csináltam egy jó párszor. Azért kértem meg állandóan az uncsimat, hogy segítsen nekem, akkor megvenni oda a játékot, és akkor ő elküldte nekem ajándékba, mert akkor még nem volt ugye levolútom, meg stb. Mert hiába volt PayPal-on pénzem, amit már mondtam egy jó párszor, de akkor is átirányít arra, vagy hova, hogy adjam meg a kártya adatokat, és akkor utána tudok vásárolni. De nem érti Tomás Józson, hogy szerintem nem próbáltam PayPal-on keresztül venni, csak úgy PayPal-on, hogy hiába állítottam Steam-en például PayPal-on, de akkor is, nekem akkor is kérte, hogy adjam meg. Lehet, hogy másnak nem, lehet azoknak szerencséje van, vagy neked, de nekem kéri. És mondom, volt rajta pénz, mert volt vagy 10 000 forint. Direkt kértem előre, mert tudom, hogy hiába 5600 forint volt a Jago 2, mert ugye 5600 forint, kiszámoltam, 14 euró. De ugye akkor is valamennyinek kell a PayPal-on lenni, mit tudom én, max 1000 forintnál több. Nem 5600, hanem 7600. Most mondtam valamit. Hogy a PayPal azt hittje, hogy több pénzem van, vagy hogy mondjam. És úgy, hogy tudom, hogy volt rajta, vagy 10 000, és akkor sem engedte. Szóval most nem fogok magyarázkodni, de ha nem engedte, nem engedte. Csak hogy életem elmegtavazsozzon, hogy nem tudok kártya nélkül vásárolni, nem lehet. Vajon miért voltam mindig ideges, és akkor miért vágtam bele akkor ebbe a Revolutba? Hogy akkor nagyon van, akkor legyen Revolut. Hogy akkor tudja most már bárhol neten vásárolni, akkor azért vágtam bele akkor a Revolutba. Mert már... Ja. Na mindegy, úgyhogy... Ez a helyzet. Meg egy bombi. Most jó világos volt itt a szobába pedig. Én egy borongós idő van. Ja. Csúszik az irényzemünk. Néztem ki a fejemből. Jaj! Ez egy kicsit vérhang kijött. De még nem olyan mészes. Ja. Hát, hogy írta is, de írta Tomás Zsozzon, hogy állítólag tényleg úgy van, hogy külön jön a kártya meg a PIN kód. Érdekes. Jó, hát beszéltek most erre, hogy lehet, hogy neki is úgy volt régen. Csak már nem emlékszik annyira rá. Ja. Hát azért ez is érdekes, hogy tényleg új lett volna, hogy új lesz, hogy külön jön. Hát, akkor most már megváljuk azt a másik kártyát, az akkor, vagy ezt a betéti, ami jön, az akkor, ha tudok azzal vásárolni. De viszont csináltam attól függetlenül egy új Revolutot, ha mégsem válik be, vagy valami, meg akkor inkább csak jó, hogyha van. Jó, nyilvánvaló már kártyát nem rendelek, mert most megint azért nem fogok kártyát rendelni. Jó, hát a Revolut az amúgy is ingyenes lenne, a kártyája. Ja, de majd leírásom, megint belakom a profilomat, az újat. Csak még ellenőrzik meg minden, mert még most csináltam, most adtam meg a személyét, meg a
stb. Mert csak azt mondom, kipróbálom majd azt, hogy utalni fogok az OTP számlámra a Revolut, hogy mégis megtudjam, hogy most mennyi az a hogy amit levon. Azt a díjakat, hogy mondta, hogy díjakat számolunk fel, ugye, amit már mondtam, hogy pár szó. Ugye ezért nem mertem. De mondom, akkor kipróbálom, hogy mennyi az, amennyi levon. Ha nem mondna olyan sokat, úgymond csak pár száz forintot, ha most például utalok 2000-et, akkor mennyit volna vajon? Ja, meg de állítólag azt írja, hogy 3 és 5 nap mire megérkezne. Azért mondom, hogy nem tudom. De hát most meg jön a hosszú hétvége, úgyhogy ilyenkor nem tudom, hogy itt hogy működik az utalások. OTP meg a... Ezt tudom, hogy hát elvileg hétvégén is. Régen még nem lehetett hétvégén utalni, de most már elvileg lehet az OTP-n. De ugye a Revoluton is, gondolom ott is ugyanúgy lehet, nem számít önnek, vagy nem tudom, hogy működnek ezek. Na mindegy, úgyhogy ki fogom próbálni, hogy mi van. Azt akkor, ja, ennyi, hát meglátjuk. Ha esetleg mégsem állna be majd, ha mégis megjön ez a OTP is betéti kártya, és akkor ha mégsem állna be, mert mégsem tudnék vele vásárolni. Az interneten bárhol bármit. Ja. Tényleg már kicsit már kezdem unni ezt a magyarázkodást, hogy most elmondani, hogy tovább hogy szerintem nem próbáltam én már ezt a PayPal-on vásárlás, meg minden, mert már vagy 8 éve van tényleg már PayPal-om, már tapasztaltam, hogy mit, hogy van, hogy kell csinálni. Csak tudom már. Jó, hát régen volt is akkor kártyám, ugye, amit mondtam, akkor persze nem is kért a kártyaadatokat, mert megadtam a PayPal-on, meg gondolom megadtam akkor régen a Steam-en is, meg stb. Jó, Epic Game, az Epic Game-esen nem, mert akkor még nem Fortnite-oztam régebben, ugye, mert akkor nem szerettem még a Fortnite-ot nagyon régen. Ja. Mi ez? Értékesítő YouTube. Jó van, hagyj jöjjön. Tidududududu. Fú, már tényleg nagyon szőröske vagyok. Egy kicsikét. A hajam az még egész jó áll. Most nem olyan borzos, ugye? Most nem kellett, hál' Istennek, fésülni. Ja, hát én most azért mindig fésüljem meg, hogyha videó előtt. Jó, hát pedig úgy lenne a jó. Úgy lennék a szép kis fiú, mindig megfésülködnék. Hát most annyira nem borzos, nem? Vagy nagyon borzos. De még elmegy. Bár jó, tedd a postom hajat is, lehet, hogy az is olyan borzos. Ja. Most szerintem elmegy. Na minden jó van, nem nézik itt a hajamat, hogy most jó-e vagy nem. Ja, hát más nem tudom, hogy akartam-e még esetleg mondani. Ja. Úgyhogy már nagyon várom, hogy mi lesz ezzel, ha már annyira unom már ezt az egészet, ami van. Jaj, hogy ez a izgulás, meg minden. Na mindegy, hát. Már a mai nap is rám jött 2-szer a hasmenés is. Szóval, na mindegy, hát majd elmúlik. Pedig azt hittem, hogy amikor csináltam a Revolutot, az újat, meg minden, hogy akkor nem fogja engedni, mert már nekem volt Revolutom. Jó, hát igaz, mert új e-mail címet csináltam, meg ugye a másik új telefonszámomra, nem arra az e-mail, amire volt. Lehet, hogy azért nem mondta, hogy hát önnek volt már Revolut számlája, miért csinál már megint? Értitek? Úgyhogy... Meg amúgy tényleg ezért is ennyiből hogy mondjam. Most én azért nem akarok tényleg Revolut kártyát rendelni, utalásokkal is meg lehet oldani ezt a szábrahizét.
ha mégse válik be a OTP-s kártya, akkor úgy, mint most ugye múltkor is mondtam, hogy utaltam az OTP-re butának, és akkor át is ment egy fél perc alatt. Tényleg amúgy fél perc alatt átment az utalás. Ahogy átutaltam, neki meg is jött. Fú, hamar átment. Sokkal hamarabb jobb ez a megoldás, minél hamarabb megvolt, mint az, hogy most akkor elmenni, és akkor levenni a készpénz felvételbe a pénzt, vagy lefelvenni, vagy levenni, na. Ja, jól mondtam én. Úgyhogy ennyiből tényleg úgymond kicsit felséges. Csak hát igen, az internet vásárlás miatt akarnám én a kártyát, amit már ugye jó párszor említettem már, hogy miért akarnám az OTP-t. De amit már mondtam, hogy esetleg nem válik be, ha majd megérkezik, nem tudom, hogy esetleg mai nap megérkezik, vagy az majd megint az pár nap múlva fog megérkezni, nem tudom. Ez az OTP betéti kártya. De mi az a neve amúgy, nem tudom, ezt már mondtam ahogy, hogy akkor mi az a neve, hogy online Mastercard betéti. Miért az a neve, hogy online? Mert ha online, azt jelenti online, only ne, hogy mondja, hogy kell kiejteni. Ugye akkor lehetne vásárolni neked is, bárhol, bármit. Hát csak az én nevem úgy, hogy only ne, hogy az internet online-in lehessen vásárolni. De akkor miért azt a nevét adják? Olyan hülyeség, vagy nem tudnak mit kitalálni, mert annyi fajta, mert tényleg sok fajta betéti kártyák vannak, na ugye már tegnap nézt mutattam a videóban, ugye? Vagy jó 10 fajta volt. Vagy nem tudom, hogy nem tudtak már mit kitalálni, tényleg, vagy nem. Fogalmam sincs. Na mindegy, ez van. Mennyit úgy fúj a szégyenekig, pedig ki kéne menni, mert jó, hát voltam már kint vagy háromszor. Ja. Csak hát tudjátok, nekem a levegő az segít felfrissülni. Hiába is iszom az energit, akkor is a levegő az valahogy jó érzés is. Ja, hát nem tudom még mit mondjak. Most meglátszik, hogy azért olyan sok témám nincsen. Így most mondtam azt a szöveget, hogy hát nem tudom. Bár olvastam egy kommentet a tegnapi videónál, hogy írja valaki, hogy biztos bennem van valami szorongás, és azért vagyok mindig rossz kedvű. Mióta ugye, hogy írtam már kommentelő, hogy mióta letettem a piát, és akkor azóta bennem van a ilyen szorongás, hogy ilyen depi. Hát, jó, biztos van bennem valami. De biztos nem amiatt, hogy most azóta, hogy a piát letettem, hanem hogy hát azóta, de viszont azért, mert ugye, amit már mondtam egy pár szó nektek, hogy ugye, hogy a csaj barátok, hogy mutassam, barátok, már nincsenek velem. Ja. A két jó barát. Úgyhogy mégis nem az, hogy most valaki gondol, lehet, hogy azt hiszi, hogy jaj, biztos, hogy mert hiányzik az alkohol, és akkor amiatt nem, ugye ezt már mondtam egy jó pásztor, hogy miért vagyok, ugye múltkor is már erről beszéltem, hogy miért vagyok úgymond néha ilyen depressziós fajta hangulatban. Ja, és igen. Emiatt, mert hogy igen, akkor, amikor ittam, voltak barátok, csajbarátok is, itt voltak is. Hú, de happy volt minden, jó hangulat, meg volt minden úgy. Akkor tényleg azt jól éreztem magam, boldog voltam. Még ha voltak ugye, amit már mondtam tegnap is, hogy még ha voltak úgymond a csajbarátokkal, voltak ugye veszekedések, minden, de attól függetlenül akkor is jó volt a dolog, jó érzés volt, hogy együtt lenni meg. A igazolás sikeres, wow, most jött a levulót fiókkal kapcsolatban, hogy értékesítő. Na, akkor most már lehet használni, majd. Jó van. Úgyhogy... Mit
akartam, már a Revolut miatt, a sikeres izé miatt. Ja, elfelejt. Ja, hogy igen. Ugye akkor tényleg. Hát ez annyira nehéz. Elfelejteni ezeket a dolgokat. Na, így már tudom, már biztos páran mondják ezt, hogy mindig erről beszélni, de hát most, hogy válaszoltam a kommentre, hogy nehogy azt így, hogy a pia miatt van az, hogy úgymond szarul érzem magam. Nyilván nem a pia miatt. Hanem, hogy na. Mano velem nincsenek együtt velem. Úgymond magányos kisfiú lettem. De még az a szerencse, hogy írta is valaki, hogy, ti itt vagytok velem így, akik ugye szeretnek, akik tényleg úgymond szeretnek. És már csak olyanok nézek, akik kedvelnek, vagy ha nem is szeretnek, de kedvelnek. És el is sokat számít amúgy. Ja, ezért is már egyre jobban van kedvem így úgymond videózni. Meg amúgy is ugye tudjátok, hogy szeretek videózni, úgymond a semmiről beszélni. De jó, hát nem mindig beszélek én a semmiről, vannak amikor tényleg jó dolgokról beszélek, úgymond szerintem, hogy hát kinek mi a jó dolog, téma. Ha nem, ugye lakik. Ja. Na jó, hát jól van. Hát mindegy, csak nem megyünk ki. Így nem jó kimenni gyerekik, mert... Kimennék én csak... Majd videó nélkül, ha nem megy a videó. Ja, pedig érzem, hogy jaj, na mindegy. Hát tényleg nem értem, mi van az, hogyha nem megyek ki sokáig erdől, akkor szinte érzem, hogy fáj a feje, minden, szinte ki kell venni így levegőre. De gondolom másnál is van ilyen. Ja. Na mindegy, hát vagy. Kimegyek én, főleg most a legjobb, amikor úgy fúj a szél gyerekik, hogy jaj. Ja. Már tudjuk csak ezt a szemüveget igazik. Ugye nem tudom, már előbb beszéltem már, hogy ugye sokan úgy szokták, akiknek van szemüvegjük, és akkor sokan mindig úgy szokták a szemüveget igazítani, hogy itt fogják meg. Itt, ezt a középen így. Jó, biztos ez is jó megoldás, hogy felhúzzák. De szerintem az a megoldás az jobb, hogy két oldal közt ugye megfogom és ráhúzom a fülemre, mert valahogy úgy jobban rámegy, akkor is. Deks. Ugye mondták is, amikor voltunk a szemüvegesboltnál, amikor vettük össze a szemüveget, hogy mindig jól rá kell tenni a fülemre, igazítani, hogy ott maradjunk. Szóval nem is értem, hogy ez annyira, akkor se jó megoldás, hogy így. Jó, valamelyes jó, valameddig biztos ott marad, de... Milyen érdekes, hogy jól megszoktam már ezt a szemüveget. Még szerintem amúgy nem is rossz, ahogy áll rajtam. Legalábbis. Ja. Még már tényleg, amikor már leveszem a szemüveget, ugye este, elalvás előtt, már leszoktam menni, vagy fél órával előtte. Szinte már olyan szokatlan amúgy, mert nagyon megszoktam tényleg. És még tényleg, ha csak már a baj, ugye már most már nem nézek filmet a tévén, nem nézek filmet, semmilyen hónap, semmit nem nagyon. De ugye csak a csajbarátokkal volt. Legjobb, a kettő. Legjobban velük volt legjobb nézni filmeket. Egyedül már nem jó. Érdekes, a bátyám az mindig szeret nézni egyedül filmet, mert neki jó. Ugye ő majd napig néz filmeket, akkor már hétvégén meg ilyen. Ja. Bár nem tudom, kérdezte valaki, hogy a bátyám mit dolgozik.
Pedig elvileg már mindenki tudja, hogy nem. Hát, végülis Palkoholról már, vagy 9 éve, már biztos, vagy 10 éve. Parkolóöl. Úgy, hogy kell kiáltani. Pedig hát, tényleg ó, csak az a rossz, hogy neki nincs ilyen kunyhója, vagy mit, milyen mértékkunyhó, mint másoknál, ilyen parkolónál, ölnél, hogy neki nincs ilyen bódé, vagy mi az, a bódé. Úgyhogy neki annyi rossz, hogy ha tél van, hideg van, akkor is kint van. Ja, vagy ha nyár van, hol meleg, akkor meg... Mert hát igen. Jó, vannak ilyen hűvös részek, ahol tud hűvös részen lenni nyáron. Csak hát télen meg nem. Jó fel kell öltözni. Vagy nem is tudom, hogy mondtam el, hogy felvesz, nem is tudom, hány nadrágot, szoknit, pólót, felsőbb, hát nagyon, hát nagyon fel kell neki öltözni, mert csak egész nap kint van, hogy is, nyolctól négyig, valamikor ötig, attól függ, hogy úgyhogy én már neki van normális bejelentett munkája, meg minden. Ja. De úgy szereti is, mert úgymond nincs úgymond aki. Hát, hogy bekössenek, mert ugye egyedül van ott. Kivéve ugye, hogyha a vásárolók, hogyha szoktak bekötni, neki már mondta egy pár szó, hogy voltak olyanok, hogy bekötöttek, vagy beszóltak neki, hogy hű, így fagyoskodj el egész nap, meg ilyenek. Ilyenek voltak már. De úgy mennyiból jobb, akkor is szereti, mert valahogy egyedül van, úgy mondott is, akkor nincs, aki beleszóljon, úgymond, hogy mit csinál. Érted? De most pontosan nem mondom, hogy hol. Már lehet, hogy régen mondtam, hogy hol, melyik parkolónél van, de lehet, hogy páran már tudják is, ki tudja. Már mégis régen benne volt már a live-ba. Még amikor szerintem volt a csajokkal, már megint a csajokat hozom fel. Akkor volt a csajokkal, ugye live, akkor néztek, hogy 5000-en. Nem tudom, ki emlékszik rá. Akkor legelsőleg szerintem voltak itt a csajok. És akkor volt vagy 5000 néző. Maga baszós lánynál. Igen, akkor volt a 200k-s smár is, meg minden. Ja, azt hiányzik, mi? Ja, az is. Na minden. Nyelv tutorial, vagy hogy mondtam régen. Az annál volt benne a bátyám, úgyhogy aki látta, az látta úgy is. De ugye kérdezte valaki, hogy nem mutatott be a bátyádat a videóba. Hát mondom, bocsi, de ő nem akar. Ja. Na, behozom a poszter, mert most már legközelebb kijövök. Jaj. Na. Azért most megint elbeszélgettem egy kicsikét. Ettől függetlenül nem nagyon volt téma, mert azt hittem, nem nagyon fogok tudni beszélgetni. De azért csak sikerült. Ja. Na jó, vagy gyerekek. Így né. Kávé ideje van most rá. No. Köszönöm szépen a búcs mindenkire. Tényleg, itt vagytok velem. Legalább ti vagytok velem is. Úgymond nem hagytok el. Nem úgy, mint mások. No. További szép napot is, majd jó hosszú hétvégét. Mert szerintem még egy csak ez lesz az utolsó vlog. Mármint úgy mondom, hogy mondjam. Na mindegy, az a lényeg, hogy
Igen, hónap már szünet, minden. Biztos nem igen lesz már videó szerintem. Bár előre nem, inkább nem is mondok semmit, mert nem lehet tudni. De azért is mondom, hogy előre is, hogy jó hosszú hétvégét. Jó kértek is, majd jó pihenés, meg stb. No, sziasztok gyerekek! Puszi nektek kincsei! Ahogy Paxel mondta régen. Mindig Paxel mondom, mi? Ja. De csokkel. Meg buflát. Ja, az is hiányzik. Kár nem csinálja már a videózást. Neki is gondolom megvan az élete, mi? De okozik meg minden. Hát. Ő is. Jó, eltűnt. Na, mindig, ha nézed buffra, akkor esetleg üdvözöllek, azért tudod jó, hogy hiányzol. De no homo, just homo. Attól függetlenül nyilván a légiek is hiányoznak. De, na. Úgymond fiú barátok is hiányoznak, nem csak jaj, csaj barátok, hanem, ja. Hát a buffra nem ért, azt mondom, mert na, abban nincs semmi. Úgymond a csaj barátokat. Mondom a nevüket. No, inkább nem. Na, jó van, nem hosszabbítom a videót. Jók legyetek, és még egyszer. Puszi nektek. De no homo. Női nézőknek puszi. És sok kell a fiúknak. Sziasztok!